Hazavinnéd? Ki? Horváth Tamás! Nem is engem! Jönnöm! De hogy engem, nekem is örülnétek azért, ugye? De a parti műsor címét már nem tudod? Parti műsor. Így van, ez a műsor címe. Ez itt a Partiségkörsz legújabb epizódja. A mai epizódban ellátogattunk ide, Moson Magyaróvára, az M-klubba. A ma este sztár vendége Horváth Tamás, de itt van velünk az egyik rezidens is, DJ Novák. Kövessétek a Partiségkörsz YouTube oldalát, a Facebook oldalát és az Instagram felületét is. Tartsatok velünk a mai epizód folyamán is! Horváth Tamás, a Hajsi Parti Madagyó 2 és 3 között fog felállni a színpadra is. 34-en percen keresztül jön össze, hogy a legjobb talajt. Moson Magyaróváról? Igen. Ha itt vagytok, akkor mi a legfontosabb számotokra? A jó zene. Ja, jó zene, jó hangulat, meg a társaság! Egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni tőletek! Szücs Martina, Rábert Bruzsina. Honnan érkeztetek? Halászi, Bezenye. Az milyen messze van innen? Egy 10 kilométer. Kicsi 3 kilométer. Az úgy tökéletes. Eljöttetek ma ide Moson Magyaróvárra a születésnapodat megünnepelni! Hát boldog születésnapod! Szépen! Itt miért pont az M-klubot választottad? Hát itt mindig jó buli szokott lenni, és hát hol máshol ünnepelni meg a közelbe, mint itt? Mi a három legfontosabb számotokra egy szórakozó helybe? Legyen jó hangulat, jó társaság, és állok a buliszosok, akit szeretek! Ugyan? Igen, igen, ilyen egyszerűbb! Rendben, köszi szépen, jó buli, sziasztok, hello, hello! Ki miatt jöttél ma ide? A parti műsor miatt, vagy Horváth Tamás miatt? Lehet hazudni? Miatt jó, ez a hazugság, vagy ez az igazság? Ez igazság! Rendben, megnéztem, hogy megy a felvétel, de megy, elindítottam. Hál' Istennek lesz hangunk is. El tudnál-e mondani nekünk Horváth Tamás egyik dalának a címét? Mágyfa. De ezt az egyet? Igen. Tudsz-e valamit a karrierjéről? Honnan indult ő? X-faktor. Csillag születik? Majdnem. De egyébként milyen dolog az, hogy... De mondd el nekem, hogy minden hétvégén eljössz diszkóba? Nem. Azért, mert megy az X-faktor és nézel otthon. Nem. Igen. Igen. Kinek szurkolsz? Van valakinek, akinek szurkolsz idén? Nincs. Még. Gondoltam volna, hogy... Nézek rád. Ez a belédestem, nem? Nem. Figyelj, mondd már el nekem, hogyha már itt vagyunk, nézd rám, és mondd el a pasi ideálodat! Otthon fekszik! Üzenünk neki valamit! Jó éjszakát! Köszönöm mindenkinek, aki ma este itt van és eljött. Azt kívánom mindenkinek,
Kozáron, Magyaróváron? Igen. Nem, innen, közelről. Innen jöttél a közelből? Mi miatt jöttél ma ide? Torvát Tamás miatt. El tudod nekem mondani az egyik dalának a címét? Igen. Például... Nem. Hello, sziasztok! Hova lettek az interjú alanyaim? Hova valóság vagytok? Most a Magyaróvár. Igen. Várják, vagytok nagyszerű. Ki miatt érkeztetek ma ide hozzánk? Hát, úgy gondoltuk, hogy jó lesz ez a mai buli. Így eljöttünk haverokkal, összegyűltünk és eljöttünk. Mikor jöttök legközelebb a Móvári M-klubba? Jövő héten! Hogy érzed magad? Ó, köszönöm, fantasztikusan, óriási buli van itt Mosonmagyaróváron az M-klubban, fellépő Horváth Tamás, Magyarország egyik legnépszerűbb előadója. Azt gondolom, hogy nem lehet panasz sem a hangulatra, sem a létszámra, teljes full ház van. És itt van velünk DJ Novák is, ugye jó magad, aki milyen zenei stílus képvisel? Hát, igen, all in van. Próbálom mindenkit a lehető legjobb hangulatába hozni, zenei stílustól független, mivel körülbelül a korosztály 20 és 45 közötti, ezért hála Isten elég széles zenei repertoárt tudok játszani a ma esti buli folyamán. A ma esti partinak a gerincét azért napjaink slágerei határozzák meg. Mint DJ Novák, gondolom, hogy itt vagy rezidens, máshol jelen vagy? Igen, hála Isten, nagyon sok munkám van, járom az országot, az ország 6-8 pontján felváltva szoktam járni az országot, péntekenként és szombatonként, Szeged, Mosonmagyaróvár, Dunaújváros, alkalmi jelleggel egyszer-egyszer Szlovákiában is, Győrben, szóval az ország számos pontján megtalálható vagyok, ahol különböző klubokban és különböző zenei stílusokban próbálom meg mindenki vágyát kielégíteni zeneileg. Máshogy nem. Isten ments, boldog családi életet élek, gyönyörű feleséggel, úgyhogy... És szerinted is a Magyarország térképnek olyan alakja van, mint egy nagy rántott hús? Hát, ha még finom is, akkor milyen jó, így van, így van. Köszönjük, hogy megnéztétek a mai epizódot is, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. A mai epizódban itt voltunk Mosonmagyaróváron az M-klubban, DJ Novákkal és Horváth Tamással. Hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és lájkoljatok minket a Facebookon, és jövő héten újra találkozunk. Addig is, sziasztok!